Vártatok kameramon! Itt fogunk figyelni. Jönnek az emberek. Tányérjukat fogják. És azt mondják, ja Istenem, kérek szépen. Mindjárt hozzá a szársa. Ott van, meg lesz majd műanyag. A Társasági Szabadságjogokért egy emberi jogi jogvédő szervezet, és egy pályázaton nyertük azt a lehetőséget, hogy most itt főszessünk. És a hentesnél élők baráti köre. Kétféle kaja van, az egyik vega, hát azban sokan vegek, egy ilyen köris ragú, olyasmi, mint a köris csirke, csak nincs benne csirke, a másik pedig bátortarhonya. Az egész adománygyűjtés nekünk azért is nagyon fontos, mert semmilyen állami támogatást nem fogadunk el, és van az adó 1%, amit örömmel fogadunk, illetve ilyen különböző adománygyűjtő akciók keretében kapható pénzt, és ezért nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és forduljatok hozzánk bizalommal, nagyon igyekszünk a lehető leghamarabb válaszolni minden jogségei megkeresésre, akár e-mailben, akár hogyha bejöttök hozzánk ATASZ-ba. Az Élelmiszerbank az élelmiszer feleslegek összegyűjtésével és szétosztásával foglalkozik. Jellemzően gyártókkal és kereskedőkkel vagyunk kapcsolatban. Például lejárat előtt nagyon sok terméket kapunk, nagyon sok csomagolási hibás terméket kapunk, nagyon sok szezonális terméket kapunk, például most rengeteg Mikulás csokink van a raktárban, és ezeket osztjuk szét rászoruló részére. És mit főztök? Főzünk egy paprikás krumplit, amiben megy ez a rengeteg hagyma. És főzünk egy indiai vajas csirkét a másik fazékban. Vajas csirke. Amit pedig baszmati rizssel fogunk tálalni. Júj. Kár, hogy a kamera nem tud illatokat venni. Hát adjuk egy picit. Egy kis illat kell végül. Vissza kell jönni megkóstolni. A mai ebéd egy szürke marha pörkölt lesz, ez lesz a húsos étel. A nem húsos étel az pedig slambusz, az egy hortobágyi pásztor étel. A Szürke Marha Egyesületnek vagyok a tagja, és az Egyesületnek van egy baráti köre, akinek nincsen szürke marhája, az a baráti körbe lép bele, és ők népszerűsítik a szürke marha tartását, a kultúráját. Thank you.
40. 6 évesen, hát ott sírtam fönt a bodzasarkon. És akkor nagyon sírva hazaérkeztem, és ő elkezdett vigasztani, hogy én ezt ne tegyem, mert most elmegyünk egy hosszú hétvégére, hogy kipihenjük ezt az egész hercehurcát, hazajövünk és kitaláljuk, mi legyen. És így kezdtem el, így kezdtünk el gazdálkodni, hogy ne legyek munkanélkül, és ne essek kétségbe. És aztán van egy nagyon kreatív férjem, aki aztán csak kell hajnalba, kigondoltam valamit. Most még lesz ilyen ültetvény, olyan gyümölcs, kertészeti növénykultúra, csirke. És akkor így kezdte rám pakolni a dolgokat, és mindig egyre több földet vettünk vissza. És jó Isten kisegített Dél-Amerikába, dolgoztam Argentina, Uruguay és Brazília. Voltak kollégáim, brazilok, és ott találtam ki, hogy én hazajövök, akkor megveszem ezt a kis tanyát. Csücske. És ott mindig kérdezzék, hogy Steve, tu compras un fazenda, hogy veszel egy tanyát? Hát most itt van. Ez azt jelenti egy tanya. Igen. Na hát akkor jó egészség. Egészség. A csirke ki kell 21 napra. És előtte már összezárjuk a pipiket, és ha megnézzük, ha már megfelelő mennyiségű szemes tojás van, akkor azt mondja, hogy most már betesszük őket. Itt a gazda tévé. Tessék megnézni, itt a burgerek. Innen kapta a háztáli piac is a logóján. Nem tudom már melyik volt az. Te voltál! Szia! Na jó. Na, mert? Menet? Tényleg. Várjál, itt a kokast is be kell izélni. És ott hallgattuk a Szabad Európát, onnan tudtuk meg Magyarországon mi újságon. Kimentem a tengerpartra, Pif hoztam a srácomnak friss híreket, Pista, onnan tudom, hallgattam a rádiót. Azt hitték, hogy hülyéskedek.